Megtisztelő számomra, és még inkább örömteli, hogy újra itt állhatok ezen a színpadon, abból az alkalomból, hogy megnyitjuk az Országos Agrárforumot, és ezzel együtt a 20. jubileumi Talkamara Fesztivál. Ezekkel a gondolatokkal vette kezdetét az idei programsorozat. Az elmúlt évek a Covid miatt lehetetlenítették a völcségiek számára oly fontos eseménysor megrendezését, így aztán külön izgalommal készültek a szervezők arra, hogy újra életre keltsék a hagyományt. Ez az első lehetőségünk az idei esztendő, amikor korlátozások nélkül újra megszervezhetjük Bonyhád városának a legnagyobb gasztrokulturális rendezvényét, a Talkamara Fesztivált. Én ennek szívből örülök, és annak is, hogy a pénteki napot hagyományosan, mint minden évben az Agrárforummal, a hivatalos szakmai programmal kezdjük. Ennek a megnyitójára gyülekezünk most éppen, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Nagyon sokat dolgoztunk, sokan azért, hogy ez a hétvége jól sikerüljön. Bízom benne, hogy mindenki talál magának olyan programot, ami a kedvére való. A két év kihagyás egy nagyon nagy felfokozott várakozást is jelent. Ezt lehet érezni a levegőben, a beszélgetésekben, az utcán. Mindenhonnan nagyon sok biztató és kérdező, érdeklődő telefont és kérdést kapok a városlakóktól, sőt még a környékből, a völgységből is, hiszen tényleg mindenki nagyon várja már ezt az eseményt. Bízom benne, hogy mi mindennek tettünk annak érdekében, jól sikerüljön, hogy ez így is lesz. A fesztivál alapvetően abból a szakmai fórumból nőtte ki magát, mely 4 esztendővel előzte meg a Bonyhádiak gasztrokulturális programsorozatát, és amely arra volt hivatott a kezdetek óta, hogy az ágazatban dolgozók napra kész információkat kaphassanak. Az ötletgazdák eredetileg is úgy gondolták, hogy ha már van egy ilyen szakmai tanácskozás, akkor az valahogy egészüljön ki azzal, amit egyébként a magyar ember szeret, az evéssel, ivással, azzal a szórakozással, ami egy ilyen nyári fesztiválnak a sajátja lehet. És nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan civil szervezet, mint a Magyar Tarkatenyésztők Országos Egyesülete, Művelődési Központtal és az Önkormányzattal közösen életben tartotta ezt az eseményt, és már olyan nagyján nőtte ki magát, hogy nem csak a városban, hanem a környékben, a völgyben, sőt annál messzebbről is érkeznek hozzánk fesztivál látogatók. Szerintem ez példaértékű. Az Egyesület ugye a rendszerváltáskor 89-ben alakult, 33 éve, és 24. alkalommal kerül megrendezésre a szakmai fórum, az az Országos Agrárforum, amiben minden évben olyan témákat hoznak ide a gazdák számára, ami érdekli őket, ami a mindennapjaikat segíti a munkájukat. A fesztivál létrehozásával szerettünk volna annak idején ráirányítani a figyelmet a völgységre és Bonyhádra, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. És ezen belül is a bonyhádi tarkamarhára vagy tájfajtára, amelyet a német telepesek, az itt talált őshonos magyar fajták, illetve behozott német tehén típus alakítottak ki, és ebből jött létre a piros tarkának egy ilyen bonyhádi fajtája. Ez a rendezvény egyrészt gasztró jellegű, hiszen holnap több százan, de hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy több ezeren találkoznak itt délután, és főznek együtt, és nyilván a bonyhádi tarka marha húsát felhasználva főznek pörköltételeket, illetve sült húsokat, akár mircset vagy csevapot, tehát minden, csak az a lényeg, hogy ebből a húsból legyen. Másrészt pedig nyilván ez egy kulturális jellegű fesztivál is, ahol két napon keresztül a helyi együttesek is be tudnak mutatkozni, de népszerű, országos népszerűségnek örvendő együttesek is fellépnek. Miközben a teremben a szakma a jelen és a jövő tapasztalataidól és lehetőségeidől értekezett, a téren már elkezdődtek az előkészületek. A Tarka Fesztivál egyik állandó programja az ökörsütés. Ezúttal két állat is forgott a nyáson. Mi tegnap délután 5 óra óta itt vagyunk, akkor hozták ide az állatot, akkor felraktuk a rudra, és akkor elkezdtük bepácolni, fűszerezni, befóliázni, és este 11 óra körül elgyújtottuk a tüzet, és máma már 12 óra lesz nem sokára, ugye? Úgyhogy 12 óra minimum a sütési idő egy ekkora állatnak. 10 kiló só kell durván egyhez, meg só, paprika, bors, fokhagyma, étolajjal kenjük be a fokhagymát, és akkor arra rátapad a paprika meg a bors, és utána be tudjuk csomagolni. Kívül belül be van fűszerezve, injektálva van bele a sólé, úgyhogy mindenhol a legvastagabb részeken is megkapta azt a mennyiséget, amit a kellemes ízt kapunk, mert a magyar ember nem nagyon eszi meg, ami sótlan hús.
Közel 1600 adag sült marha került a tányérokra, akkor a délutáni órákban.